És akkor nézzünk egy bükköt is, ha már itt vagyunk. De vágás. Végig vinkliben. Sziasztok! Csapozni és különböző fakötéseket, ezeket különböző gépekkel lehet készíteni. Tehát lehet körfűrésszel, marógéppel, de a legegyszerűbb igazából szallagfűrésszel, mert hogy relatíve kicsi a baleseti kockázat, nyilván, hogyha valaki nagyon hülye, akkor úgyis le fogja vágni a fél combját. Nagyon egyszerűen megtanulható. Maga a gép az viszonylag egyszerű, viszont vannak olyan kisebb, apróbb anomáliák, amelyek általában vagy a gépnek a konstrukciójára vezethetőek vissza, vagy a gépnek az állapotára, illetve az alkalmazott szerszámra. Ezzel kapcsolatban van egy videó a csatornatagságon meg a Patreonon, több mint fél órás. Ha valaki szalagfűrész lapos problémával küzd, akkor nyugodtan jöjjön oda. De most nem ez a lényeg. Van itt egy ilyen nagyon picike, nagyon cuki, és árához képest rendkívül, legalábbis én úgy látom, nem kompromisszummentes ugyan, de egy egészen használható történet, úgyhogy ezen fogunk most csapozásokat készíteni, nem csapolásokat, hanem csapolni a sört csapolják. Csapozni fogunk. Egy-két olyan taktikás stratégiát fogok bemutatni, amivel valószínűleg csak azt találkozik, aki valamilyen képzésben, vagy pedig valamilyen asztalos szakembertől tanult. Készítünk először egy sima mezei ollós csapot. Amikor nekiállsz egy szerkezetet megtervezni, egy szerkezetet elkészíteni, akkor mindig gondoskodjál arról, hogy legyen pótdarabod. Jó? Ezek most ugyan nem pótdarabok, hanem a másik felén fogjuk beállítani a gépet, és megpróbálunk majdnem mindent ezen a gépen elkészíteni. Tehát nem csak a csapvonalat fogjuk vele kivágni, hanem a vállazást is ezzel fogjuk elkészíteni. Szallagfűrészről most egyelőre annyit, hogy amikor nem használod a szallagfűrészt, akkor mindig lelazítod. Jó? Ez nagyon fontos. De ne nyúljon a szallagot, mert az senkinek sem frankó. Ez a gép, ez gyakorlatilag ennyi, tekersz rá egy párat, és akkor onnantól kezdve már teljesen rendben van. Na most annyira ne feszítsd meg, hogy a motor ne tudja elindítani, mert az nem buli. Tehát valamelyik nagyobb gépeken szokott oldalt lenni egy ilyen kis nyíl, hogy mennyire vagyunk megfeszítve, be van skálázva meg egyebek. Ezen ilyen nincsen, de nem is kell rá. Mi most egy normál egyharmados csapozást fogunk készíteni. Én már összerajzoltam, kicsit előre dolgoztam. Nagyon fontos, hogy azonos keresztmetszetű legyen az anyag, együtt legyen kigyalulva. Tehát ne az legyen, hogy kigyalultad az anyagot, aztán két nap múlva rájössz, ha nem csináltam próbaanyagot. Mindig csináljál próbaanyagot, vagy hát pluszt igazából. Itt már ugye kezdődnek a problémák, két alkatrészt láttok, az egyik körbe van derékszögezve, a másik nincs. Azért, mert ez lesz a csapos, ez pedig lesz a réses, tehát ez lesz a lány. Megpróbáljuk kihasználni a gépnek a maximális kapacitását, ami ebben az esetben 80 mm, hát igazából 85, az nem sok, de nekünk bőven elég lesz. Ő lesz a lány, úgyhogy ide egyelőre így beállítjuk, és nagyon egyszerű a történet, mert jobbról és balról fogjuk használni a gépet, egy pár centit be fogunk hatolni, utána kigyököljük a közepét, amikor az megvan, utána ehhez be fogjuk állítani a csapot. Porszívót kötöttünk a gépre, úgyhogy gyerünk, adjunk az érzésnek. Ami még nagyon fontos, hogy ilyen szallagfűrészesdi gépes technológiáknál, legyen az marógép, körfűrés, stb., mindig pontos méreten vagyunk. Jó? Tehát itt nem az van, mint a kézi történetnél, hogy van egy 3-4-5 mm-es bevezető szakasz, és akkor majd amikor össze van ragasztva, akkor munkáljuk le. Ugye ezt nagyon sok iskolában már nem így tanítják, de ezt így kell csinálni. Hát korcsosodik a szakma, gyerekek!
Állj az anyád, de jó, nézel ki. Próbaanyagunk megvan, vonalunk megvan. Megyünk be. Nagyon fontos dolog, hogy hiába állsz meg a vonal előtt, általában a vonalon túlvág a fűrész. Minden szallagfűrészre jellemző probléma, mert hogy az alapbeállítás az az, hogy a támasztó görgőhöz, ami itt van, ahhoz nem érhet hozzá alaphelyzetben a fűrész. Tehát amikor én itt elkezdem forgatni a fűrészt, akkor ott a csapágy nem foroghat. Viszont amikor ugye megkapja a terhelést, akkor hátra megy a csapágyhoz. Ugye itt lehet 1-2 mm diffi, attól is függ, hogy mennyire melegszik alap. Hát ez most nem meleg. Ilyenkor végig megyek az összes alkatrészen. Arrébb fogjuk állítani a stellert, és elkezdjük kiszedni a közepét. Ezt lehet kézből csinálni, ezt nagyon sokféleképpen lehet. Most megcsináljuk kézből. Tehát ezt most így félrevisszük, nem kell nekünk oda. Ilyen a tud. Ezt természetesen marógéppel ugye egy menetben meg lehet csinálni, de a marógép az drága, nehéz felszerszámozni, stb. Jól hajtogatott, jól karbantartott szerszámmal, az gyakorlatilag sokkal kevesebb idő alatt meg lehet csinálni. Itt ugye annyi a probléma, hogy ez egy kicsit keskeny ez a lap, tehát eleve 0,25-ös vagy 0,35-ös lap van kihajtogatva, az fél milliméter, tehát azért itt a 8-as csapnál azért kell egy kicsit tökölni. És akkor most jön az a rész, hogy el kell valahogyan készítenünk magát a csapot. És ehhez azt fogjuk csinálni, hogy először is ide rakjuk az alkatrészt, innen fogunk közelíteni, és külső oldalról megyünk, nagyjából vágásrésre ráállítjuk ezt az egész cuccot. Ennek a másik felén, tehát ezt vesszük próbadarabnak, ide beengedjük. Hát igen, sajnos a hülye is látja, hogy ez igazából egy lap vastagsággal több. A skálát azt igazából arra használjuk, hogy egy ilyen relatív mérést fogunk csinálni, tehát asztalos nem megy a skálához, soha. Jó lesz a beállításunk. Egy dologra még nagyon oda kell figyelni, hogyha készítettél egy vágást, de igazából egy fél lap vastagságot kell csak arrébb vinned, akkor nagyon lassan használd a gépet, mert ugye a hajtogatás révén igazából feleződik az előtolási sebesség, félreviheti a lapot. Ezért sokkal lassabban kell behatolni. Vagy pedig, és most itt most pont annyi szerencsém volt, hogy igazándiból maradt egy nagyon vékony, egy ilyen lehelletnyi vékonyságú lemez mellette, tehát mindkét oldal vitt, nem volt lehetősége arra a gépnek, hogy félrevigye. Úgyhogy mi most nagy levegőt veszünk, és elmegyünk a vonalig, utána pedig leválasszuk.
Azért csináltam most meg ezt az icike-picike vállazást, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy ténylegesen jó-e. Tehát mielőtt elállítanánk a stellert, azelőtt meg tudjuk nézni, hogy ez mennyire lesz jó. Egy icike-picike arrébb ütésre van szükségünk. Tehát igazából ez tényleg egy lehelletnyi lesz, így, kb. Ennyi, mert egy nagyon picit feszíti a rést. Na, hát most már majdnem tökéletes. Ha nem akarod elállítani a gépet, akkor nagyon jó alternatív, hogy elbattyogsz az asztali körfűrészethez, amit a Vevor nem küldött, pedig fogasléces lenne, és azon készíted el. Mi most átugorjuk ezt a műveletet, ez a géphez nem adnak szegmensvonalazót, de hát asztalos révén meg tudjuk oldani ezt a problémát. Nagyon egyszerűen ezt gyönyörűen leválasszuk, ugye itt a vonalunk. Itt pedig az összetákolt szegmensvonalazónk. Annyira finom hangja volt. Jó ide, csini! Ezt szeretem egyébként az ilyen amerikai YouTube-os videókban, amikor megcsinál egy ilyet, és utána irgalmatlanul elkezdi szétpicsázni. Még itt egy icike-picike kell neki. Kész. Rakok be majd közeliket. Hát én azt gondolom, hogy ez a, most nem akarok hülyeséget mondani, 150 euró ez a szar. Ismerkedni ezzel végtelenül jó. Még egy dolgot fogunk csinálni. Csinálunk egy izmosabb csapot. A vésőfúró cuccba fogjuk ezt a dolgot beleilleszteni. Jó? Tehát megnézzük, hogy ha valaki esetleg hozzájutott a vésőfúróhoz, akkor azzal hogyan tud egy ilyen izmosabb csapfészkes történetet összehozni. Annyi a különbség, hogy mi a csapfészeknél ugye nem a szabványosat fogjuk használni, hanem egy szélesebbet fogunk készíteni. Ugye ezáltal mindjárt a középvonalat is meg fogjuk tudni valószínűleg oldani. Először mindig a fészket kell elkészíteni, és utána célszerű a csapot bele faragni. Két taktika van, vagy kívülről megyek befelé, vagy belülről kifelé. Mivel ez csap lesz, ezért most nekünk célszerű ugye kívülről menni, tehát megnézem itt, hogy mennyi, és megnézem itt, hogy mennyi, így, és ezt a kettőt összehúzom, és akkor kiderül, hogy mekkora a csapom. Ez egész tisztességes. A steller sincs nyilván a helyzet magaslatán. Egyébként, ha itt neki nyomod, akkor teljesen jó, teljesen párhuzamos. Ezt ezeknél a fajta stellereknél, egyébként Festolnál is ugyanez van. Nyilván itt van egy ilyen játékot. Az nekünk nem jó. Ha itt fogod meg, és itt húzod arrébb, akkor biztos, hogy párhuzamos maradsz az egész rendszerrel. Szerintem egy egészséges 35 mm az mindenre is elég. Így, ni. Ide meghúzzuk, tehát körbe vagyunk mettélve. Megállsz! Visszajössz! Átforgatod! Hoztuk a vésőfúrót, hogy ne csak az legyen, hogy bemutató, hanem menet közben is használjuk. Szóval ezzel fogunk mi most itt vésegetni. Először megpróbáljuk beállítani a mélységünket, ugye ami 35 mm. Nézzük meg, ez kb. Annyi.
Akkor ezt is ugye két oldalról fogjuk meg munkálni. Csodálatias! Nézzek, milyen szépen levágja. Tök jó. Remek. Gumikali. Legyen egy neó, mert az jó. És kész. Ott az illesztés. Oda néz. Gyönyörű. És jó. Gyerekek! Kurvára sajnálom, bocsánat, bocsánat! Nem kellene néznem, de nem tudom megállni. Lebilincselő. Ó, ez annyira kibaszottul sokkoló. Nem azt mondom, hogy ez egy felder. Ennyi pénzért? Vicc. És használom már kb. Két hete durván, tehát akkor érkezett a gép. Természetesen íves vágások, ugye keskeny a lap. Nagyon fontos, hogy jó minőségű lapot vegyél hozzá, de a jó minőségű eleve ez a lap. Nem tudom, valami sikerült nekik. Megnézzük, hogy hogyan kellene beüzemelni, és elmondom azt is, hogy milyen apró problémák vannak, amelyek egyébként orvosolhatóak. Lássuk, mit kapunk ezért a kőkemény 150 euróért. Kapunk egy 60x40-es zárt szelvényből készített vázat, ami egyébként elég jól el van készítve. Hegesztési varratokkal itt már nincs problémánk. Műanyag védőburkolat, alul felül, mind a két ajtónál vészkapcsoló, tehát ilyenkor nem indul, tehát bármit csinálhatsz, nem indul, főleg ha nincs bedugva. Kapunk két alumínium öntvényjárókereket, rajta valamilyen féle fajta műanyag bandázs, ez előbb-utóbb valószínűleg egyébként probléma lesz, de szerintem nem. Két gyenge pontja van a gépnek, az egyik az ez a műanyag magasságállító, védőburkolat, műanyag fogas lécen gurul az egész, kicsit lötyög így, de mihelyst lefixálod, annyian lefixáljuk, meg néha hozzáér itt fönt, de a 80 mm-ig simán tudsz vele működni, úgyhogy még 5 mm marad. Egyébként egy ilyen alumínium villa van benne, két darab ilyen, hát, hogy most keményfém vagy nem, valószínűleg nem, támasztó és maga a görgő. Mindegyiket lehet állítani. Tehát mindegyikhez, igaz, hogy külön, és nem ilyen imbusz kulcsot adnak, hanem feketét, de működik. A leggyengébb pontja a gépnek az ez. Ez az asztal és a steller. Mert az asztalban az ajaklemez az hulladék, de az, hogy az asztal az így képes és mocorog, az egy kicsit probléma, de nem magával az asztallal van a baj, hanem a döntéssel, amit itt hátul tudsz eszközölni, mert ugye ez itt meg tud indulni gyönyörűen, mindjárt kilazítom. Jó, ennyit a szalagról. A szögállítás az nincs a helyzet magaslatán. Ezt kijelenthetjük. Az asztalnak a szögállítását az senki se állítgassa. Azt nem javaslom. Én igazából az egészet ki fogom cserélni. Borzalmas. Nem az asztallal van a baj, hanem azzal a kis kulissza jellegű valamivel, amivel, hát nem tudom, szerintem valamelyik pénteki napon egy sörözés után derülhetett ki, hogy ezt úgy kell megcsinálni. Szóval az nem jó. Egy kicsi vibráció egyébként megfigyelhető, tehát egy nagyon, nagyon kis vibráció van. Van egy ilyen, ki is lehessen venni a szallagot. Szallag tök jól beállítható, van egy csomó opció rá, tehát itt nem tudom, kiről másolták, vagy hogyan, de ez teljesen működőképes, nem kell vele foglalkozni. Le lehet könnyedén lazítani a szallagot, tehát itt, és akkor így tudod tárolni, utána ezt gyönyörűen meg is lehet feszíteni, ugyan ahogyan már mutattam. Ez is rendben van rajta. És ami nekem nagyon tetszik, hogy tökre pontos, és semmit nem csináltam vele, gyakorlatilag 10 perc alatt össze lett rakva, annyit kell rajta eszközölni, hogy ezt felszereled, két csavar. Vannak hozzá ilyen gumi rezgéscsillapítók, amivel egyébként, hogyha azt elhagyod, akkor le is tudod rögzíteni valamire. De könnyű, egyszerű, cipelhető, olcsó,
És működik. Tehát ez olyan, mint a dongó, hogy nem szabadna repülnie. Ennek se kéne működnie, de működik. Mi a fasz ez, Job? Egy pillanat. Aki meg akar ismerkedni, hogy hogyan lehet csapozásokat készíteni, hogyan lehet íves vágásokat, mire számíthat, hogyan kell beüzemelni egy ilyen gépet, mik lehetnek a hibák, teljesen jó. És nem azt mondom, hogy ez az évtized vásárlása, de egy kis műhelybe, nagyon sokan írjátok, hogy 15-20 négyzetméteres műhelyetek van, hát ez tényleg bámulatosan jó lett. Nem tudom a többi milyen, mert mindig kértem nagyobbat, de sose küldenek, most küldtek egy ilyen 8-szorosat, tehát ez 20 centi, tehát nem egy olyan nagy valami. A Steller az hulladék, tehát az tényleg ez lehet látni, hogy az így ölötyög, viszont nézd csak, ha itt húzod, itt, akkor teljesen jól működik. Az elszívás is nagyon jó. Tehát ugye alsó megvezetésünk nincsen, tehát alulra nem kaptunk. Bazd meg, van alul is. A kurva anyád. Figyeld, beszarsz. Na, majd mindjárt lemegyek a kamerába. Na, ez most meglepett. Van alul is vezetőnk. Bazd meg. Jó, szóval van alul is meg. Én azt hittem, nincs, csak el van rejtve. Arra kell nagyon odafigyelni, hogy amikor be van állítva, én nagyon félve indítottam el, de nem futott le a szallag. Amikor megszerzed, kicsomagoltad, dúl benned az öröm, akkor így kézzel így érdemes megforgatni, és megnézni, hogy hát egy ilyen 8-10 kb. Tehát lejár-e a szallag vagy valami. Ha nem jár le, akkor indítsd el utána, nyilván azt akkor be kell csukni. És amikor ez megvan, akkor célszerű beállítani a hátsó görgőt úgy, hogy kb. 1 mm-re álljon vissza a szallagtól. Nyilván, hogyha szallagot cserélsz, nagyobbat raksz fel, ez azért egy 15-ös szallagot még simán elviselne, akkor jobb lesz ugye a vágás teljesítményed is, meg egyebek. Boronkaiaknál biztos, hogy van valami hasonló szalag, és akkor lehet használni. Az egyik legjobb teszt arra, hogy leellenőrizzük a gépnek az erejét, a gépnek a beállításait, illetve hogy a fűrészszerszám jó minőségű-e, az, hogy megpróbálunk svartnit vágni. Ilyenkor egyébként az az egyik legjobb taktika, hogyha megpróbáljuk nagyjából a teljes kapacitásnak a 3/4-ét kihasználni. És egy közepes előtolást használom. Nem szabad, hogy egy túlzottan nagy előtolásunk legyen, de az se jó, hogyha fél évszázadig tartani ezt a dolgot elvégezzük. Ez úszkva 2,5-3 mm. Nincs félrecsúszás, semmi trükközés nincs. Kordítsunk egyet, és így is. Elején, végén. Teljesen rendben van. Számomra is ez egy óriási meglepetés. Tehát nagyon nem akartam én, hogy ez a gép ez itt legyen. De az a helyzet, hogy erre egyszerű workshopokat simán például rá lehet szervezni, mert nem az ekkora 650-es kiskörösivel kell megbirkózni, hanem viszonylag egy ilyen kezesebb gépen. És mondjuk ez a 250 watt, ami van, ez brutális, tehát ugye indukciós motor. Még az is rá van írva, hogy 1400 hosszú, 6,35-ös szallag, 0,3-on vastag, és 6-os TPI-je van, tehát 6-os a fogosztása. Szerintem célszerű belőle beszerezni egy 4-es osztásút, tehát ritkább fogazással, ilyen kellemes szélezéseket is el lehet készíteni. Ezt le fogjuk róla szerelni. Tehát fogok készíteni egy olyan videót, ahol megmutatom, hogy ez hogyan lehet még barátságosabbá, még felhasználó barátabbá elkészíteni, nyilván filléres történetekből. Úgyhogy én összességében egy erős 85%-ra értékelem ezt a kis szutyadékot. Lehet mondani, hogy szar, de nagyon sok embernek szerintem tud annyit adni, hogy működőképes legyen. Kuponkód meg lesz ott valahol a leírásba, döntsétek el. Tehát én senkinek nem mondom, hogy ezt a gépet mindenképp vegye meg. Ha valami nagyon olyan van, akkor nyilván, de azért itt nagyon sok mindent kell figyelembe venni. Tehát a használhatóságot, árértékarányt, tanulás, élmény, stb. Tehát ezeket mind pariba kell hozni, és akkor onnantól kezdve tök jó. Én most ezzel tök jól el leszek, mert múltkor is lecsúsztam egy gépről, egy 400-asról, mert az emberünkkel megbeszéltem vasárnap, de hétfőn délben már adta,
és hát nem volt korrekt. De mostanában nagyon sok mindenkitől hallom, hogy ez a szitu. Azért is jó lenne, ha közben rákattintanátok a linkre, mert akkor lehet, hogy legközelebb kapok olyan cuccot, pénzt nem kapok ezért egyébként, legközelebb kapok olyan cuccot, ami lehet, hogy mindenkinek hasznos. Találtam most két nagyon jó dolgot, amit nagyon sok mindenkit kihúzna a szarból, de a lánygyerek nem akarja elküldeni egyelőre, csak hogyha már ebből a termékből eladtunk egy tucatot legalább, nem tudom, majd kiderül. Egyébként tervezem, hogy valószínű, ha kapok ehelyett egy másikat, lehet, hogy ezt kisorsolom a csatornatagok vagy a patreonosok között. Meglátjuk. Master Blaster!